Továbbra is heves harcok dúlnak a kelet-ukrajnai Harkiv térségében. Az orosz védelmi minisztérium szerint sikerült elfoglalniuk 4 határ közeli falut. Az oroszok most Vovcsanszk városát ostromolják. Az ukrán elnök kiemelten fontosnak tartja a határváros védelmét, ugyanis ha az elesne, az orosz csapatok előtt szabaddá válna az út Harkiv felé. Közben az orosz elnök vasárnap váratlan bejelentést tett, Vlagyimir Putyin 12 év szolgálat után leváltotta Szergej Sojgu védelmi minisztert. Piros-fehér szalag zárja el Belgorodban a járókelők elől a vasárnapi robbanásban megsérült lakóházat. Az orosz hatóságok közlése szerint egy ukrán rakéta találta el az épületet, amelynek egyik lépcsőháza beomlott. A házat kiürítették, de hétfőn az állva maradt részek lakói visszatérhettek, hogy néhány dolgot magukkal vigyenek az átmeneti szállásokra. Nagyon gyorsan evakuáltak minket, de amikor kiderült, hogy el lehet vinni a holminkat, ide jöttünk. Megpróbáljuk kihozni az összes értékes dolgot a lakásból, mondta egy nő. Az innen 40 kilométerre lévő ukrán határon továbbra is intenzív harcok folynak. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint csapataiknak sikerült elfoglalni 4 Harkiv megyei falut. Az ukrán elnök az oroszok útjában álló határváros Vovcsanszk védelmére szólított fel. A feladat az, hogy minél nagyobb veszteséget okozzunk az ellenségnek. Vovcsansznál most rendkívül súlyos a helyzet. A város folyamatos orosz tűz alatt áll, a hadseregünk pedig ellentámadásokat indít, miközben segít a lakosság kimenekítésében, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán rendőrök és katonák a romos település utcáin keresik a kimentésre szoruló lakosokat. Az evakuálás közben többször is fedezékbe kell menekülniük a becsapódó lövedékek miatt. A harcok ugyanis nagyon közel dúlnak, és az orosz erők folyamatosan nyomulnak előre. Az ukrán katonai vezetés szerint súlyos a helyzet. Az oroszok kamerás drónokkal figyelnek minden mozgást, ezért a kitelepítést végző rendőrök és önkéntesek folyamatos életveszélyben vannak, mondta a Vovcsanszki ukrán erők parancsnoka. Az elmúlt napokban felerősödött harcok közepette, némileg váratlanul, Vlagyimir Putyin vasárnap felmentette védelmi miniszterét. Szergej Sojgu azonban az elnök közvetlen környezetének tagja marad, mint az orosz biztonsági tanács új titkára. Sojgu 2012 óta rekord ideje állt az orosz védelmi tárca élén. Szakértők szerint a tárca vezető leváltása a helyettese körüli korrupciós botrányokkal, és azzal magyarázható, hogy a háború 2 évében az orosz hadsereg teljesítménye elmaradt a várakozásoktól. Erre utalt hétfői a kinevezését megelőző parlamenti meghallgatáson az új védelmi miniszter is. Andrej Belousov kijelentette, javítani kell a katonák ellátásának körülményein, különösen a lakhatás, az egészségügy és a juttatások terén.